Milyen helyzetben van Maltok a hírótábor? Nem szeretném kikerülni azokat a vitákat, sőt, vádaskodásokat, amelyek az elmúlt hedeg hetekben vagy hónapokban itt összegyűltek az írótábor megrendezése körül. Aztán mindenki tudja, hogy mire gondolok, hát a magyar sajtó ennek bőven teret adott. Én azt hiszem, hogy követtük el egy hibát. Abban követtük el a hibát, hogy nagyon erős hangsúlyt adtunk annak a gondolatnak, hogy egy korábban nem megbecsült, vagy nem a helyén megbecsült irodalmat kell itt jogaiba és megbecsülésébe helyezni. Hát hiszen az egész az elmúlt három nap története erről szólt, ugye ennek nyomán születtek meg az előadások, ez alakította ki azt a diskurzust, ami itt az elmúlt napokban történt. Na most azt hiszem, hogy a hiba abban volt, hogy nagyobb talán szándékaink ellenére nagyobb nyomaték került a múlt értékeinek, eltagadott és elfelejtett értékeinek a feltárására, mint arra, hogy ezek az értékek mennyiben voltak folyamatosak a mögöttük lévő évtizedekben is, hogy nevén nevezzem ezeket a kommunista évtizedekben is. És talán jobb lett volna, hogyha ezt a problémát, ezt a helyzetet határozottabban tudjuk tisztázni, bár tudom azt, hogy János és Kati is tett erőfeszítéseket, hogy ez a kérdés ne mérgesedjék el. És azt is tudom, hogy a másik oldalon is tettek erőfeszítéseket annak érdekében, hogy elmérgesedjék. De ami itt előttünk áll perspektívikusan, az mégiscsak és egy nagyon fontos érték, több más érték mellett, az a magyar irodalom szellemi egységének a megőrzése, vagy ha kell, akkor újraépítése. És úgy gondolom, hogy ez előttünk álló feladat. Én nagyon tragikus dolognak érzem azt, hogy a magyar irodalomnak a szellemi egysége, hasonlóan a magyar közéletnek az egységéhez, vagy közösség, nem is egységről beszélnék, közösségről, kommunitászról. Tehát hasonlóan a politikai életnek a kommunitászához, a magyar irodalomnak ez a szellemi közössége is felbomlott, és ma már nem csak az a probléma, hogy a két nagy táborhoz tartozó írók bizalmatlanok egymással szemben, hanem az is, hogy nem is olvassák el egymás írásait. Tehát van egy kommunikációs defektus is, egy kommunikációs krízis, hogy nem mondjam kommunikációs tragédia. Tehát nagyon tudnám támogatni azt a gondolatot, hogy a Tokaji írótábor a jövőben próbáljon ezen a kommunikációs és közösségi válságon valahol segíteni, mert nem vagyunk olyan nagy nemzet, nem vagyunk olyan nagy ország, nem vagyunk olyan nagy kultúra és irodalom, hogy kettőt engedhessünk meg magunkból. Valamiképpen meg kellene találni, ha nem is az egység, de a természetes közösség újjáépítésének a lehetőségeit. Én a mai magyar kultúra területén két nagyon nagy, vagy három nagyon nagy problémát látok. Az egyik a kultúrának a finanszírozása, ami az én tapasztalataim szerint nagyon nehéz helyzetbe került. A másik, ez a két Magyarország, két magyar kultúra hát helyzetének a szélsőséges és tragikus kialakulása, és a harmadik pedig egy vészes információ hiány. Albert Gábornak volt egy mondata előbb, hogy a magyar irodalom történészek nem olvasnak írókat. Ezt sajnos én is tapasztalom, nem annyira a saját életemben, de úgy általában a szakmának az életében. Tehát azt szeretném javasolni, hogy a Tokaji írótábor, amennyiben tudja vállalni, legyen az egyik műhelye
a magyar nemzet szellemi egységét újra tisztességes európai állapotba hozó törekvéseknek. Elkezdődött a tanácskozás, nézegettem kinn a könyvespultot, és ott a közepe táján megakadt a szemem egy könyv együttesen szépen kirakva. Bal oldalt egy Ignác Rózsa könyv, mellette jobb oldalt egy Parti Nagy Lajos könyv, fölötte Nyírő József, és alatta sajnos Debreceni Józsefnek két könyve is. Mert ugye az nem irodalom, és az egy más kategória és más minőség. Tehát én kifejezetten nem szeretem Parti Nagy Lajosnak az írásait, de ez így volna rendjén valahogy, és nyilvánvaló, hogy az idei Tokaji írótábornak, és hát a folytatásban majd remélhetőleg a jövő évinek is éppen ez volt az alapvető célja, hogy mindenki legyen ott egymás mellett szépen kiterítve. Ilyes Gyulának volt egyszer egy olyan mondása, hogy a költők a Parnasszuson egy kerek asztal körül ülnek. És vajon miért kerekasztal közül? Azért, mert ott nincs asztalfő, tehát nincs nagyfőnök. Ugye? A kánonban akár mekkora az asztal, mind a 12 vagy mind a 365 íróköltő el kell, hogy férjen, és persze nem csak a maiak, hanem mit tudom én, Rimai János vagy Kisfaludy Sándor is, és lehetne folytatni a sort. Én úgy gondolom, hogy a idei írói tábor körüli vihar két dolognak köszönhető. Az egyik, hát Pomogás Bélát folytatom ezzel tulajdonképpen, az egyik az, hogy a pályázati felhívás a nagyon helyes alapvető cél mellett sajnos elég energikusan nekirontott az én szakmámnak, az irodalomtörténészi kritikusi szakmának az egészéhez. Végeredményben ez váltotta ki a reflexiókat az irodalomtudomány mai hivatalos és nem hivatalos képviselőinek a körében. A másik ügy, ami ezt elősegítette, ez a Nyírő temetés, ami szinte nemzetközi politikai ügyé vált. Ez egy szerencsétlen egybeesés, ha nincs a Nyírő temetés, ugye valószínűleg mi se keltünk fel akkora érdeklődést. Most ehhez képest ugye az ELTE Irodalom és Kultúra Tudományi Intézete intézeti tanácsának az állásfoglalása, ami az értési irodalomban megjelent, ugye rendkívül súlyos aggodalommal tekint a mi tanácskozásunk elé. Ha bármelyik tagja itt lett volna, tudtam, ha nem volt itt senki ebből az intézeti tanácsból, akkor az meglepődve tapasztalhatta volna azt, hogy nagyobb számban itt olyan előadások hangzottak el, amelyek az ő általuk szervezett konferencián is elhangozhattak volna a legnagyobb nyugalommal. Én úgy gondolom, ez egy nagyon-nagyon békés, nyugodt tanácskozás volt. Két-három olyan előadás volt, amelyik vitákat váltott, vagy válthatott volna ki, mert többnyire nem volt arra idő. Ugye, és ezek a viták, amennyire én érzékeltem, nyilván mindenki érzékelt valamit a előadásokon kívül, tehát a beszélgetésekben is előjöttek. Szóval bármilyen ellenséges szemmel is próbálta volna valaki figyelni, próbálta végigkövetni ezt a mi tanácskozásunkat, amit most a végéhez közeledik, azt hiszem megnyugodhatott, hogy nem akartuk felfogadni a virág rendjét, nem akartunk senkit kiseprűzni a magyar vagy a világirodalomból, sem az irodalom történészi kritikusi szakmából. Tulajdonképpen megértéssel fogadtuk, meg tárgyaltuk azokat a kérdéseket is, ahol lehetett volna ilyen, ha nem is kirekesztő, de elutasító vélemény vagy magatartás, és én gyakorlatilag biztos vagyok benne, hogyha a jövő évben ez folytatódik, sőt esetleg, mert ugye elhangzott egy ilyen javaslat is, hogy jöjjünk el a jelenkorig, 2012-ig, tehát lehet, hogy majd még egy harmadik tanácskozás is ezzel fog foglalkozni, akkor válhat teljesebbé a kép, és akkor elmondhatjuk, ha nem is azt, hogy ez jó mulatság, de az, hogy férfi munka volt. Az idei írótábort körülfogó vitákról, sajtóviszangokról mondanék még néhány szót. Engem nagyon megörvendeztetett. 20 év óta most először keltett visszhangot a szélesebb nyilvánosság körében az, hogy a Tokaji írótábor tanácskozásra készül.
Nem örültem természetesen annak, hogy félreértették a felhívásunkat, és valamiféle erőszakos, ahogy ez a bizonyos intézeti tanács állásfoglalása mondja, hogy mi felszólítunk radikális revízióra. Hát én úgy gondoltam, hogy mi arra szólítottunk föl, hogy egy magasabb látópontról tekintsünk rá a magyar irodalmi életre, és így belássuk, ne a dzsungelből, ne egy alacsonyabb pontról kevesebbet látni, hanem egy magasabb szellemi pontot elfoglalva belássuk az egészét a magyar irodalmi élet hozadékának, azoknak az alkotóknak is az életművére rálátásunk legyen, akiket nem szokott és nem igazán ismer el a magyar szellemi élet és a magyar irodalmi élet sem. Tehát azt gondolom, hogy ha egy szellemi élet élő eleven, ott akkor az elhangzó megszólalások visszhangot vernek. És most idén történt meg először, hogy a hivatalos nagy sajtó orgánumokba is visszhangot vert az a felhívás, amit közzétettünk, az a meghívás, amivel tulajdonképpen a Tokaji Írótábor résztvevőit szólítottuk meg, szélesebb körben is reflektáltak rá. Most nem vagyunk olyan politikai helyzetben, nem egy diktatúrában élünk, hogy ez azt is jelenthetné, hogy el kell taposni a Tokaji Írótábort. Legalábbis én bizakodom benne, hogy ez nem azt jelenti. És figyelmet kaptunk, és én bízom benne, hogy ez a 2,5 napos tanácskozás ezt a figyelmet kiérdemelte. Nyilván itt 2,5 nap alatt 20 perces előadásokat nem lehet csak elindítani egy folyamatot, és nagyon jó volna, ha sikerülne ezzel a tanácskozással, ezekkel a rövidke előadásokkal elindítani egy folyamatot, amelynek eredményeképpen kiszélesedik az az értékkör, amely úgymond elfogadott és befogadott része a magyar szellemi életnek, amelyre odafigyelnek, amelyre reflektálnak, amely élő, eleven ható öröksége ennek a szellemi közösségnek és nemzeti közösségnek. Én abban bizakodom, hogy a következő 40 évben a jó tulajdonságait megőrzi ez a tábor, és a programjai pedig talán több befogadással, de mégis visszhangot tudnak verni. Tehát kevesebb ellenséges érzülettel fognak ránk nézni, és több bizalommal, és több értéket várnak tőlünk, mint amennyi. Hát most a ránk vonatkozó cikkekből kiolvasható.